Hello, hello, üdvözöllek a csatornámon. Ebben a videóban két Predator szobrot fogunk megvizsgálni röviden. Az első az egy 2005-ben megjelent szobor, ezt a Kotobukiya cég készítette, és hogy a dizájnját is megfigyelhetjük, láthatjuk, hogy ez a Predator 2-es filmnek a ragadozója. A figura meglepően kicsike, nagyjából, hogyha a fejéig mérnénk, akkor olyan 7,5 centi, ha a láncs csúcsa végét nézzük, akkor 15 cm magas. Hogy a méretkülönbséget pontosabban lássuk, ha mellé helyeznénk például egy hagyományosabb Star Wars figurát, akkor láthatjuk, hogy picit fölé is magasodik. Mindazok ellenére, hogy ilyen kis figuráról van szó, a cég, tehát a Kotobukiya igen nagyon odafigyelt a részletekre. Ha közelebb is hozzuk, akkor láthatjuk, hogy a testén lévő kis páncélok nagyon-nagyon szépen megformáltak, illetve, hogyha a fejét megnézzük a ragadozónknak, akkor még akár a szemeit is láthatjuk bent a koponyáján. Tekintve, hogy kis szoborról van szó, de nincsen rajta mozgatható rész. Ami nagy hibája viszont, és én nagyon sokat meg is kínlottam ezzel a kis szobrocskával, azok maguk a láncs csúcsok, tekintve, hogy rettentően rugalmatlan anyagból készült, ezért rendszeresen, például, hogyha szállítottam valahová, akkor letöredeztek ezek a darabok, és aztán pillanatragasztóval kellett visszailleszteni a helyére. De mindezek ellenére azt kell mondjam, hogy egyik kedvenc kis darabomról van szó. Hátán láthatunk még egy koponyát is, közelebbre hozva. Kikukucskál a rasztály alól. És egy ikonikus jelenetet igyekeztek vele megragadni. Nagyjából ez időtájt a Kotobukiya kiadott a Alien vs. Predator filmhez is egy sorozatot. Ezek is nagyon szép darabok lettek a maguk méretéhez képest. A második szobrunk az előzőhez képest egy meglehetősen behemolt darab, nagyjából 28 cm magas. Ez a szobor körülbelül 2 évvel ezelőtt került ki a piacra, és a Diamond Select Toys készítette. De az látható itt is, nagyon-nagyon szépen kidolgozottak a részletek. Hasonlóképpen viszont az előző szoborhoz is, itt sem találhatunk igazából mozgatható részeket rajta, tehát az itt található csuklópengéket nem tudjuk állítani. Egyetlen egy része, ami egy picit mozog, azok maguk a úgymond nyakláncai a figuránknak. Nézzük meg egy kicsit közelebbről is. A szobrunk viszonylag egy egyszerűbb talapzaton nyugszik. Mondhatni, hogy sajnos itt a design részletei nem olyan szépen kidolgozottak. Kicsit körbeforgatva látszanak is a apróbb részletek, de ahogy láthatjuk, a cég annyira nem ezen a részére fektette a hangsúlyt a szobornak. Feljebb haladva láthatjuk is a hálózatos ruházatát a ragadozónknak. Bár távolabbról ez viszonylag szépnek néz ki, közelről azért árulkodik, hogy egy alacsonyabb összegű figuráról, vagyis szoborról van inkább szó.
Már korábban említett pengét ugye mozgatni nem tudjuk, és ezek viszonylag szintén rugalmatlanabb anyagból készültek, úgyhogy ezeknek a mozgatására nagyon is oda kell figyelnünk, ha nem akarjuk eltörni. Ugyanúgy a koponyák. A csuklójára szerelt kis komputer szintén nem nyitható le. Viszont tekintve nem mozgatható a figura, így valószínűleg ezek a kis szakaszok nem fognak elszakadni mindennek a figura esetében. A vállövege szintén nem mozgatható, tehát nem tudjuk más pozícióba állítani. És itt látható magának a predátornak a maszkja is. Egyetlen egy problémám van ezzel a maszkkal, hogy ez sokkal inkább hasonlít a 2010-es Alien vs. Predator játék főszereplőjének maszkjára, sem mint a 87-es film ragadozójére. A figura hátán lévő felszerelés szintén nagyon-nagyon szépen kidolgozott. A szobor ára nagyjából megegyezik egy NECA figuráéval, tehát nagyjából olyan 40 euró környékén el tudjuk csípni ezt a darabot. Mindazok ellenére, hogy nagyobb, mint egy átlagos NECA figura, de a részleteket, hogyha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a kiadó kicsit csalt az apróbb részletekkel. Költség kímélés szempontjából láthatjuk, hogy a talapzat része üreges, tehát itt gyakorlatilag rengeteg anyagot meg tudtak rajta spórolni. Mindazok által súlyban azért megvan a maga kis mérete. Alapjáraton felmerülhet a kérdés a vásárlókban, hogy érdemes ezt a szobrot beszerezni. Na azt mondom, hogy árkategória viszonylatban mindenképpen egy relatíve jól kidolgozott figuráról van szó, és ilyen árösszegben nem nagyon fogunk hozzájutni ilyen méretű figurához. Amennyiben tetszett a videó, akkor kérlek iratkozz fel, lájkold, esetleg kommentáld, és remélem majd csatlakozol hozzám a következőben is. Ezzel a videóval egy időre le is zárom a Predator vonalat, és hogy mi következik majd a következőkben?